A meridián pályák azok az energia pályák, amik behálózzák a szervezetünket. És ezáltal, hogyha megismerjük ezeket a meridián pályákat, illetve a meridián pályáknak a működését, akkor az egészséget hosszú időn fent tudjuk tartani a szervezetünkbe. Ezek a pályák mindenkinél ugyanúgy haladnak, vagy ez egyénileg változik? Igen, ez nagyon jó a kérdés. A pályák azok különböző hosszúságok, de mindenkinél ugyan azon a helyen vannak, és a mérce itt mindenkinek a saját keze. És ezeket a pályákat ugye látni nem látjuk, de viszont, hogyha megtapintunk egy pontot, és ott pontgyengülés van, akkor azt érezzük, egy fájdalom jelzi. Meridián diagnosztika az ehhez kapcsolódik. A meridián diagnosztika az láthatóvá tudja tenni ezeket a meridián pályákat, és a meridián diagnosztika által meg tudjuk azt mondani, feltérképezzük, hogy a szervezet hogyan működik, az energiapályák hogy működnek, és hogy mennyire energikus valaki, mert ugye az fontos ahhoz, hogyha bármilyen probléma kialakul nála, hogy minél energikusabb legyen, mert ugye annál jobban tud regenerálódni a szervezete. A meridián masszázs az pedig ezeken a meridián pályákon történő kezelés, és itt pontokat masszírozunk, ezáltal stimulálni tudjuk a szervezetet, illetve az adott meridián pályát, és ezek úgy működnek, mint egy kis kulcsocskák, vagy mint egy villanykapcsoló, hogy ha kezeljük őket, akkor elkezd a pálya átjárhatóvá lenni, és jobban tud benne áramolni az energia. A masszázs kiknek ajánlott, és milyen kellemetlenségek kerülhetőek el vele? A meridián masszázs az hát mindenkinek ajánlható. Igazából a gyerekeknek 7 éves kor után van önálló meridián pályájuk, előtte, ha az anyát vizsgáljuk, akkor tudunk következtetéseket levonni a gyerkőcre, és hát egész 120 éves korig, mert az emberek annyira vannak tervezve, és hát ezáltal ugye a szervezetüket tudják energetizálni, javítani az energiaáramlást. Thank you.